Kolozsvári Balogh. A falvak kultúrájáért alapítvány az Egyetemes Kultúra Lovagja címet adományozza a kínai Kodály oktatási módszer terjesztési központ javaslata alapján Lícen Budapest hungarológusnak. Lovagias tettek. A pekingi idegennyelvi egyetem magyar szakán végzett, fő szakterülete a Petőfi kutatás. Kínában megjelentette a Petőfi Szerelmes Versei című kétnyelvű kiadványt, amely több tanulmányt is tartalmaz. Az irodalmi művek mellett geopolitikai, gazdasági és pénzügyi tanulmányokat és Magyarország nemzetközi megjelenését támogató kiadványokat fordít. Az általa vezetett Egyesület a kínai-magyar kulturális kapcsolatokat gazdagítja. Újságírói tevékenységével a magyarországi kínai közösséget tájékoztatja. A kínai és a magyar kulturális kapcsolatok fejlesztéséért az Egyetemes Kultúra Lovagja címet adományozom. Elkészül Barát Sándor Kristóf vásáros namé. A falvak kultúrájáért alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozza Székelybere önkormányzata javaslata alapján dr. Babós Lajos, Kiskullacháza, nyugalmazott egyetemi docens, író, történész kutató. Lovagias tettek, műszaki, kertészettudományi, természettudományi doktorként, egyetemek különböző beosztású tanáraként, s közel két évtizede nyugdíjasként helytörténeti kutatásba kezdett. Tevékenysége középpontjában két település.